Holnap tartja a Szabadkai Városi Képviselőtestület a 35. rendesülését, amelynek napi rendjén 17 pont szerepel. Odaítéljük a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat, az idei év díjazottjai Mándics Kornél kerámia művész, Ábrahám Máté okleveles zenész és Daniela Stankics képzőművészet tanár. A holnapi VKT ülésen hozzuk meg ezeket a határozatokat, a díjat pedig június 22-én dr. Bodrogvári Ferenc születésnapján fogom a díjazottaknak átnyújtani. A holnapi ülésen határozatot hozunk arról is, hogy milyen eljárásban és milyen módon fogja a Palics Park Kft. Bérbeadni az akvaparkot, illetve más a hatáskörébe tartozó létesítményeket és objektumokat. Ezáltal megteremtjük a jogi feltételeit az akvapark működésének. Ez azért fontos, mert párhuzamosan az építési munkálatok befejezésével az objektum működtetésének a jogi feltételeit is megteremtjük. Azért fontos ezt párhuzamosan végezni, hogy ne jussunk olyan helyzetbe, hogy ugyan az építési munkálatok hamarosan befejeződnek, de nincs, aki működtesse, hiszen nem világos, hogy milyen eljárásban működtetheti valaki az akvaparkot, illetve a többi objektumot. Ez a határozat a legapróbb részletekig szabályozza az akvaparknak, illetve a többi objektumnak a bérbeadását, a bérbeadási eljárást, és pontosítja azt a nagyon szigorú feltételek mellett meghatározott eljárást, amelynek a végén a Park Palics Kft. Legfeljebb 15 éves időtartamra bérbeadhatja az akvaparkot, illetve a többi objektumot. Ezen kívül módosítjuk a városi művelődési intézmények alapító okiratát, összesen 10 ilyen városi alapítású művelődési intézmény van. Az elmúlt hónapok azzal teltek, hogy tárgyalásokat folytattunk Belgrádban annak érdekében, hogy összhangba hozzuk a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel a kultúráról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az összes nemzeti tanács delegálhasson egy-egy tagot azon intézmények igazgatóbizottságába, amelyeket kiemelt jelentőségűvé nyilvánítottak. Ugye ez azon intézmények esetében fontos, amelyeket több nemzeti tanács is kiemelt jelentőségűvé nyilvánított. Szabadkán több ilyen intézmény van, és ezzel a határozattal egyrészt megóvjuk a nemzeti tanácsoknak a hatásköreit, másrészt pedig elérjük azt, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak a szintje ne csökkenjen, tehát tiszteletben tartjuk a szerzett jogoknak az intézményét, és ezáltal megteremtődnek a feltételei annak, hogy az összes nemzeti tanács tagot delegálhasson az általa kiemelt jelentőségűvé nyilvánított intézményekbe. Itt még fontos azt elmondani, hogy a holnapi naptól lesz a Kortárs Galéria a Magyar Nemzeti Közösség kiemelt jelentőségű intézménye. Néhány héttel ezelőtt, amikor Fremond Árpáddal, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével tárgyaltam itt a Szabadkai Városházán, akkor beszéltük meg azt, hogy a Nemzeti Tanács az MNT kezdeményezni fogja a kiemelt jelentőségűvé nyilvánítását magyar szempontból a Kortárs Galériának. A Nemzeti Tanács az erre vonatkozó javaslatot meghozta a saját ülésén, holnap pedig a VKT is ezt a döntést meghozza, és ezáltal kiemelt jelentőségűvé fog válni a magyar nemzeti közösség számára a Kortárs Galéria is. Ezen kívül a holnapi ülésen rendeletet hozunk Alsó-Tavankó település általános szabályozási tervének a kidolgozásáról. A következő 12 hónapban kell elkészíteni ezt a szabályozási tervet. Ilyen ehhez hasonló szabályozási tervvel több szabadkai település, illetve helyi közösség is rendelkezik már, hiszen az erre vonatkozó döntéseket meghozta a VKT, most Alsó-Tavankút esetében fogjuk ezt megtenni. Ez azért fontos, mert ezáltal teremtjük meg a jogi feltételeit annak, hogy a kommunális infrastruktúra fejlődhessen ezen a településen, illetve a mezőgazdasági termőföld jobb kihasználása, illetve az építési telkekkel kapcsolatos szabályozás tekintetében is fontos ez a határozat.